Jó estét kívánok, ez az esztendő első kultúrrandevúja, így hát minden kollégám nevében nagyon boldog, kultúrélményekben gazdag új esztendőt kívánok 2014-re is, minden pénteken 18 órától természetesen a kultúrrandevúban várjuk Önöket. Sok mindenről lesz szó a mai adásban, először Hajdú Sándorra emlékezünk, utána egy erős váltással a szilveszteri, illetőleg az új év köszöntő fesztivál pillanatait elevenítjük fel, ezt követően pedig még az adventi időszak végére ugrunk vissza, és egy kis részletet kínálunk majd a Csík zenekar zalaegerszegi koncertjéről. De mindenek előtt, és tisztelettel köszöntöm azt a két hölgyet és két urat, akikkel azért jöttünk össze, hogy Hajdú Sándorra emlékezzünk. A Happy Singers-t köszöntöm itt nagy tisztelettel. Először természetesen a hölgyeket mutatom be, bár nem hiszem, hogy benneteket bárkinek is be kellene mutatni. Kovács Kata és Harnos Judit, illetőleg a két úr a széksorok végén, Ludmány László és Ludmány Levente. Jó estét kívánok, szervusztok, hiszen úgy egyeztünk meg, hogy maradunk a tegeződésnél. Életének 75. esztendejében elhunyt Hajdú Sándor, az az ember, akivel ti nagyon-nagyon sokat dolgoztatok, és azt beszéltük meg, abban maradtunk, hogy az ő személyiségének megfelelően, no meg hát a Happy Singers névnek is megfelelően, egy kicsit inkább sztorizunk, mint sem, hogy fájdalmas hangvételűre vennénk ezt a beszélgetést. Már csak azért is, mert Hajdú Sanyit, aki ismerte, tudja, hogy ha ő jönne be hasonló helyzetben, akkor ő is... Hát egy-két perc elfogódottság után sztorizni kezdene arról. Már kétszer a szabadba vágott volna. Az egészen biztos. És akkor tulajdonképpen kezdjük is ezzel, hogy milyen ember volt Hajdú Sándor, hogyan emlékeztek rá a munkában, a magánéletben, habitusban, emberségben? Hát, az ember annyira igyekszik, hogy nekrológizű legyen, mert tényleg az emberséget lehet kiemelni. Tehát én azt hiszem, hogy ma nem elsősorban arról kellene szót váltani, hogy mekkora zenész volt, mert ez annyira evidencia, hanem hogy egy olyan ember volt, aki semmiből nem csinált nagy ügyet, egyszerűen intézte az örömét, a bánatát, a munkáját. Minden természetesnek vett. Én nem ismerek embert, aki hallotta volna, hogy valakire rosszat mondott volna. Akár szakmai féltékenységből, vagy emberileg. Valljuk be, mindannyian tettük már ezt, hogy minimum a háta mögött, de ha rossz akaróak vagyunk, akkor a szemébe. És ez annyira abszolút nem volt jellemző. Nem volt benne semmilyen szakmai féltékenység. Még néha mi dühöngtünk, hogyha őt valamiért nem ismerték el. De már megmutatom a legújabb kottámot, és tovább lépett. És egyszerre több dolog érdekelte. Néha az emberek az volt az érzése, hogy nem figyel, vagy például gyorsolvasó volt. Én, aki nem tudok gyorsolvasni, soha el nem tudtam képzelni, hogy az úgy néz ki, mintha nem érdekelni. És minden adat, minden a fejében maradt, és évek múlva visszaemlékezett eseményekre, tehát mindenre odafigyelt. Én ma hallottam egy nagyon szép történetet egy egerszegi rokonától. Én azt hiszem, az édesanyja azt hiszem, hogy az unokatestvére a Sanyinak, ez a fiú mesélte el, hogy kimentek a temetőbe az édesanyjával, a nagymamához, és egy ködös idő volt, és áll egy valaki a sírnál, és a Sanyi volt. Nem mondta meg előre, nem mondta, hogy itt van, csak egyszerűen kiment egy sírhoz. Tehát annyira minden természetesen is egyszerűen csinált. És annyi szeretet volt benne, csak nem úgy, mint ahogy átlag emberek teszik, hogy mutatják is, vagy elmondják, vagy hangsúlyozzák. Szóval, és amellett, hogy egy örök optimista és vidám igen, ember abszolút. Volt, persze azért majd a zenészi mi voltáról is ejtsünk néhány szót, de ahogyan én emlékszem meg, ahogyan hallottam, nem igen panaszkodott. Hát ritkán. Én egy példát sem tudok.
Egyedül az zavarta, hogyha valaki harmat vénekel C-durban. Igen, az vagyok. Na jó, de meg ha valaki nem tudott zongorázni, amúgy is 2 perc múlva mindenkit kitúrt a zongorától, tehát ha bementünk egy szórakozó helyre, ott körülbelül a zongoristának még 2 perce volt. Aztán ha tudott játszani, ha nem, onnantól kezdve a Sanyi játszott reggelig, úgyhogy neki onnantól kezdve már csendes pihenő volt. És tehát, ezt úgy tudta csinálni, hogy soha senki nem haragudott rá, vagy kikérte volna magának, hogy ugyan már mit akar itt. És igaz, hogy majdnem minden hangszer, idézőjelben teszem, jól állt a kezébe, mindent meg tudott szólaltatni. Igen. Hát képeink vannak erről, hogy bal kezével zongorázott, jobb kezével trombitált. De nyáron egyszer a basszusgitár is a kezében volt. Hát az se volt probléma. Na meg aztán jó barátjának, Harnos Ivánnak a tangó harmonikája természetes ugyanúgy, hiszen billentyűs az is, de ők csodálatos zenészek voltak együtt is. Volt-e valami olyan jellegzetes mondata, gesztusa, amit áll naiva kérdés persze, de valahogy föl kell ezt vezetni, amire szívesen emlékeztek, ami megmarad, ami egészen biztosan mondjuk mosoly csal az arcotokra? Hát a legjellegzetesebb a fogsora volt, tehát azt mindenki megcsodálhatta a nap 24 órájában. A mosolya. Igen, ő már nem is mosolygott, hanem azt nem is tudom, az a hajdú vigyor volt. Hát de az is attól, mert mindennek tudott örülni, mindenben a boldogságot talált. Egyedül tényleg az, amit itt az előbb beszéltünk, hogy koncertre vagy bármilyen előadásra nem volt szabad elmenni vele. Mert, de azt is a maga bájos módján, hogy ott fiszkel lett volna. Nem ebben a hangnembe kéne énekelni. Tehát, mert az úgy kijött belőle, mert zenész volt. Abszolút hallása volt, és egyszer volt egy koncert a zsinagógában, E-dur zongora verseny, vagy szimfónia, vagy nem tudom már mi volt, és azt tudom, hogy így a Sanyi hallgatta, föl-alá járkált ott a karzaton, és egyszer csak közölte, hogy én E-durra jöttem, ez S-durban szól, én megyek az orgonába, én ezt nem bírom tovább hallgatni. Tehát abszolút hallása volt, ezáltal elment, mert ha ő E-durra ment, ha az volt a repertáron, hogy E-durt kell hallgatnia, akkor ő S-durban nem volt hajlandó ugyanazt végig hallgatni. Tehát ő ez a de a családi sztorikban van, amikor átmentek Badacsonyba a hajóval, és valami folks ünnepség volt, nem tudom. Tehát lényeg az, hogy a parton mindjárt a kikötőben cigány zenekar játszott, és leszálltak a hajóról, és úgy vonultuk be, oda szólt nekik, hogy a Szebdurba kéne játszani a cigány zenekarnak, akik ott az utcán játszottak. És ment tovább, és bár gondolom fülig ért a szája, és azok sem. Ugyanakkor azt tudták, hogy mi van. Most olvastam, hogy nem régen nézte a tévét, és Pavarotti énekelt. És csak úgy megjegyezte, hogy öregszik a Pavarotti, félhanggal lejjebb énekli azt, amit énekelnie kell. Egyébként munka közben, hiszen mindannyian dolgoztatok vele, milyen volt? Kemény volt? Fegyelmet tartott? Rendet követelt? Vagy ott is bohém volt, csak teljesíteni kellett, idéző a bacsakot? Bohém volt, bohém, de azt jól csinálta, jól állt neki, és közben minden működött. Én ugye a színházban dolgoztam vele sokat, tehát úgymond sokat, 2002-től 2005-ig dolgoztam én vele, ő volt a zenei vezető, én akkor énektanár, korrepetítor voltam. Minden működött. Mi ketten mindent meg tudtunk csinálni, mindenki tudta a dolgát, nem volt kérdés, nem kellett egyeztetni, mert egyszerűen tudtuk, hogy minek kell történnie, és minden működött. Attól függetlenül, hogy ilyen bohém volt. Neki ez jól állt, őt mindenki így ismerte. Vérprofi volt szerintem. Igen, és mindenkiről ezt is feltételezte, hogy ő is vérprofi. Tehát fel sem merült benne, hogy valaki nem ért hozzá ahhoz, amit csinál. Így is kezelt mindenkit annak ellenére, hogyha még nem volt az akkor is. Pont tegnap a Velman Gyuri bácsi hívott telefonon, és nagyon-nagyon vicces volt. Mondta, hogy a Sanyi volt az, aki megtanította őt arra, hogy 50 évesen hogy kell elkezdeni énekelni. Hogy más akkor már abba hagyja a pályát, a Sanyi elhitette vele, hogy ő énekes, és gyakoroltak valamit előadás után hajnali 3-ig, majd a Gyuri bácsi közölte, hogy ez nem megy, és a Sanyi mondta, hogy nem gond, Gyuri bácsi, játszik a zenekar, mikor te jönnél, elhallgatunk, mikor úgy érezted, azt csinálsz, amit akarsz, mikor úgy érezted, hogy befejezed, mi visszakapcsolódunk, ennyi. Tehát ő ezt megoldotta. De nagyon vicces volt például, hogy órát tartottam a színházban, kinéztem az ablakon, ez egy nagyon kemény télen volt, csak azért, hogy szellőztessek, majd megláttam sílécekkel a Sanyit a színház hátsó bejáratánál, integetett a titkárságnak fölfele, beöltözve. Tehát ő ilyen volt valójában. Ment a parkerdőre, oda ment szokott járni. A színész háztól a parkerdőig szerintem sokan szórakoztak akkor a látványon.
És hát gondolom, hogy ugyanez a bohémság és profizmus jellemezte a Városi Vegyeskar élén is, ugye, ahol te váltottad őt, vagy te követted őt, és hát amelyből tulajdonképpen a Happy Singers is megszületett. Ezeket az órákat, napokat is elevenítsük fel egy kicsit, hogy hogy állt össze a Happy Singers, amelyhez Hajdú Sándornak szintén volt köze. Igen, erősen. Fiúk? Hát az volt, hogy most Farsangkor 16. éve történt a dolog, hogy a kórusnak minden szólama a farsangi mulatságra valamilyen műsorral készült a többiek szórakoztatására. És mi nem akartunk belefolyni ebbe a dologba, hanem úgy gondoltuk, hogy Sanyi írt nekünk 3 spirituálét, azt a 3 spirituálét elénekeljük, és hát annyira megtetszett nem csak a kórustársaknak, akik azért értők, hanem mi magunknak is a közös éneklés, hogy utána már gyerekek próbáljunk még. És a próbáljunk mégből a következő évben már koncert lett. Természetesen Sándor óriási segítségével, hiszen ő írta mi nekünk a legtöbb dalt, illetve hát ővel együtt válogattuk ki azt, hogy miket énekeljünk. Nagyon sokszor feldolgozásokat, amiket már ismert daraboknak 4 szólamba átírt ő. Hát rengeteget dolgozott nekünk, tehát főleg az elején, amikor habzsoltuk az ötleteket, és így vagy listát írtunk, vagy soroltunk minimum 5-6 számot, és szó nélkül csinálta. Szívesen segített, minden esetben hát szívesen meg kellett hangszerelni, mert ugye vagy a kapella, vagy zongora kísérletes, de 4 szólamra bármilyen világslágert át kellett hangszerelni, hogy félelmetes sokat dolgozott. Aztán, amikor már kicsit népszerűbbek lettünk, és sok fellépésünk volt, egymást még csak egyeztettük, hogy ki mikor dolgozik ráére, és ugye a végére hagytuk mindig a Sanyit, mert szó nélkül. Persze jó, menjünk. Tehát nem is volt kérdés. Ha a szilveszter éjszaka volt, akkor az boldogam. Tehát nagyon nagy élmény volt. Az a csodálat, bocsánat. Tessék. Mondd csak. Később már az is volt, hogy gyerekek, elvállantunk egy haknit. Ekkor és ekkor. Menjünk. És akkor kérdeztük, hogy na akkor mit énekeljünk. Hát amit a Sanyi elkezd. Igen, ez egy szállóigelet. Amit a Sanyi elkezd, az a műsor. És ez így is volt? Hát megbeszélés volt, kérdése így volt, de volt olyan, hogy amit a Sanyi elkezdett, az jött. Tehát sok év alatt rutinunk volt abban, hogyha mi rontunk, akkor ő is tudott alkalmazkodni, és ha valami malőr volt hátul a zongoránál, akkor mi is alkalmazkodtunk, és úgy szeretném, ha elmesélnéd a kedvenc történetet. Jó, melyiket? Az alpokat. Hát van egy nagyon kedvenc sztorink, ezt őrizni fogjuk, Sanyi, ígérjük, hogy őrizni fogjuk. Alpok Adria találkozó volt Zalakaroson a Mendán Hotelben, felléptünk nagy estében, nagyon nagy élmény volt, rengeteg ember, hát tudod, az a kiöltözős fellépés volt, és írt nekünk a Sanyi egy olasz egyveleget Digopot Purri címmel, amit előtte már begyakoroltunk, teljesen jól ment, de ő úgy döntött, hogy elhozza a kottát. Neki soha nem kellett kotta. Akkor adtuk elő először. Akkor adtuk elő először, és úgy gondolt, hogy egy biztonságérzetet adna neki. És ebben több olasz sláger van feldolgozva, átmenete az egyikből a másikba, megtörtént az első után szerencsésen, majd a második utáni átmenetnél jött volna a Volare, aminél valahogy annyira frappánsan sikerült az átmenet, hogy fogalmunk nem volt, hogy hol kéne énekelnünk, mert 2 lehetőségünk volt, vagy 4-en egy szólamban nagyon mélyen, hogy Volare, ó, vagy pedig nagyon magasan lett volna mindenkinek ez a... Ott nagyon magasan, most nem éneklem inkább ki, és éreztük, hogy valami nagy gáz van. És mind a 4-en így balra néztünk, hogy vajon a Sanyi ebből mit érzékel, mit csinál, amikor is láttuk, hogy Sanyinak a bal keze a zongorán, jobb kezével pedig a 9 oldalas kottát próbálja összeszedni. Nem volt itt. Tehát így próbálta így igazából kihozni a legtöbbet ebből a dalból. Hát nevettünk, ráhagytuk, és vártuk a végén. Körülbelül ez volt, mert esélyünk nem volt arra, hogy ő ezt megtalálja és sorba rendezze. Végig énekeltük, megoldottuk, és ezt mi tudtuk, hogy ennek nem így kellett volna történni, de ez egy örök emlék marad. Ahogy készültem erre a beszélgetésre, magammal fogadásokat kötöttem, és tulajdonképpen én nyertem.
bármelyikénem is nyert volna, ezt tudnám mondani, de az igazi véleményem az volt, hogy akár órát, kettőt, háromat is tudnánk úgy beszélgetni, hogy például az, de azért erről is ejtsünk szót, és azért hozom szóba, mondjuk az iskolatáska szóba sem kerül. Mert ugye nagyon sokan, akik csak az életrajzot olvassák el, ugye a Bergendit jegyzik meg, és az iskolatáskát, holott Hajdú Sándor azért ennél, bocsánat, hogy ezt mondom, az iskolatáska az egy gyönyörű dal és óriási sláger, de ennél sokkal-sokkal több volt, mint a Bergendi egyik tagja, és mondjuk ennek a slágernek a szerzője. És szerintem ebből a negyed órából... Ő is tartotta a kezét, hogy hát bocsánat, hát én 64-ben írtam ezt. Hát... De ezt egy ő egyébként vállalta évek, évtizedek múltán. És az az érdekes, hogy ez az iskolatáska teljesen véletlenül került rá az albumra, ahogy nekünk mesélte. Igen. Mert hogy kellett, a Rózsi azt mondta, hogy kellett még egy szám, kell még egy szám, Sanyi írjál valamit. És akkor volt az, hogy elé adták a szöveget, és akkor megírta, és soha nem gondolták volna, hogy ez lesz a legnépszerűbb. Tehát ez én, nekünk a Sanyi mindig úgy mesélte, hogy ez teljesen véletlenül, mint egy tartalék került a CD-re, és mégis így lett. De az tény is való, hogy minimum 10 éve ő már azt hangoztatta, hogy ő már komoly zeneszerző. Tehát ő ezen túllépett, főleg az nagyon sok újságcikkben, riportban is megjelent, hogy amióta kórusokat vezet, bennünket, aztán most a kanizsai kórust, hogy őt az inspirálta, hogy kórusműveket írjon, aztán ugye misét írt, tehát egyre fokozódott népdalfeldolgozásokat, és ez büszkén vállalt, és az utóbbi időkben csak arról beszélt, hogy most már a Kodály tanár úr, akinél tanult, most már büszke is lehet talál rá, hogy nem csak az iskolatáska, hanem komoly zene. Volt is egy ilyen cikk róla, hogy Kodály tanítványként könnyű zenészből lett komoly zenész. Igen. Szerintetek beszéljünk most csak Zala megyéről, bár tágíthatjuk a kört az országra, de a mi szűke pátriánkról beszéljünk. Hogyan őrizzük meg az ő emlékezetét, az ő munkásságát, azt, hogy az alakját, és akik ismerték, vagy közvetlen közelében dolgoztak, éltek, léteztek egy-két évig, vagy akár hosszú-hosszú évekig, vagy évtizedekig, ez most kiderült, hogy mi minden sztori, és még ennél nyilván sokkal több marad meg. De mondjuk a kultúra barátok, Zalaegerszeg, Nagy Kanizsa, hiszen azért Nagy Kanizsán született, és Kanizsához is kötődött a kulturális élet, hogyan fogja megőrizni az ő emlékét, emlékezetét? Én nagyon remélem, most szeretnék egy helyesbítést tenni. Az MTI velem készített tegnap előtt egy interjút, amiben ők utána az általam elmondottakhoz képest helytelenül adtak ki valamit, az pedig az volt, hogy a Sanyit 2004-ben Zalaegerszegen a megyeszékhelyen díszpolgári címmel tüntették ki, most itt helyesbítenék, a Sanyit 2004-ben Szilvágy díszpolgáraként tüntették ki, 2012-ben pedig megkapta Nagy Kanizsa kultúrájáért díjat, és nekem nagyon nagy fájópont, hogy Zalaegerszeg soha nem ismerte el az ő tehetségét, és itt soha nem tüntették ki. Én nagyon szeretném, hogy most sajnos így a halálával, de remélem, hogy így most eszébe jut embereknek az, hogy rengeteget tett Zalaegerszegért, akár ha csak a színházi sikereit nézem, akár a komoly zenében és a kórus élén eltöltött idejét nézem, a rengeteg koncert, a komoly zenei hétvége életre hívása, az oratóriumok ott a zsinagóga melletti parkolóban, olyan embereket, olyan zenekarokat, olyan zenészeket, énekeseket hozott a városban, nagyon jó barátságban voltak Szavérral, tehát hogy olyan, úgy megmozgatta Zalaegerszeg kulturális életét minden szempontból, akár színházat nézem, akár kórust, hogy én azt gondolom, hogy rá méltán kell emlékeznünk, és ha már életében nem tehették, akkor halálában én nagyon szeretném kérni Zalaegerszeg megyei jogú városát, hogy valahogy értékeljük az ő munkásságát. Egyetlen egy momentum, és akkor egy picit legyen mosolygósabban vége ennek a beszélgetésnek, mert hiszen így kezdtük, hogy csak a szépre emlékezünk. Az évvégi koncerteteken itt volt. Így van. Szerette a volt kórusát, visszajárt, és nyilván akkor tartottátok is a kapcsolatot. Igen. Az utolsó mindig. Pillanatig, ha lehet ezt így fogalmazni. Hát meg az utolsó pillanatig, hát mi annyira jó barátságban voltunk, és ezt büszkén és vagy nagy szeretettel vállaljuk, hogy hát hála a Skype technikának. Tehát a kórházból Skype-olt velünk, és boldogan mutatta, hogy itt vágtak, ott vágtak. Tehát ő annyira minden kapcsolatot tartott.
tehát a gyerekkori barátaitól elkezdve, hát most a rokonság eleve, de mindenkivel ápolta a kapcsolatot. Tehát szerintem a kórházban, meg utána a rehabilitáció más se tett, mint a félvilággal társalgott. És jól volt. Tehát az utolsó percig boldog volt, és jól volt. Akkor őrizzük meg az emlékét művészként, szerintem nagybetűs művészként, és nagybetűs emberként Igen. is. Talán így lehet ezt összefoglalni. Igen. Így. A Happy Singersnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok, hogy együtt emlékezhettünk. És hát mi pedig folytathatjuk az emlékezést, hiszen 2002-ben az Zalaegerszegi Televízió készített egy mini portrét Hajdú Sándorról, most mi ezzel is tisztelgünk az emléke előtt. Hajdú Sándor zeneszerzői karrierje a Bergendi Együttesben indult ezzel a dallal. Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt. Hát amikor készült az iskolatáska, akkor én még nem tudtam, hogy ebből ekkora sláger lesz, hogy most már 30 éve üzemel, sőt 32 éve játsszák. Most a 27. változat megy éppen, egy rappes változat, úgyhogy itt olyan éppen jó érzés. Az elején nem éreztem olyan jól a dolgot, mert úgy éreztem, hogy hát még ilyen kis vacakkal is lehet valamit kezdeni. És erre kiderült, hogy egy csomó szerző később utánozni próbálta azt, hogy hogy lehet egy ilyen egyszerű dallamból mégis ennyit kihozni. Az iskolatáska felcsendült a szerzői esten is, több zeneszerző stílusában komponálva. De egyébként a zeneszerzést úgy tanulja az ember, hogy különböző stílusokban komponál. És tulajdonképpen ebből alakul ki majd az, ami a saját egyéni hangod lesz. És az utóbbi időben írt dalaimban már eléggé egyéni hangot ütök meg, amelyik nem emlékeztet már engem annyira Bartókra, ugye Kodály növendék voltam, arra is minden nem emlékeztetett. Elkezd ezzel játszani. Ez most már mehet ötnegyede. Egerszegen, hogy azért végsősorban mégiscsak a színháznál dolgozom, tehát van egy munkahelyem, ahol azért elég sok mindent csinálok, ugye tanítjuk a színésznövendégeket, meg hát azért egy csomó darabhoz itt azért egy időként egy kísérő zenét kell összeütni, vagy egy kísérletet kell megcsinálni, vagy esetleg zenést játszunk, és akkor lehet benne közre működni. Szóval azért itt jobbak a lehetőségek. Elég sok felé hívtak Pesten így színházhoz. De én tudom, hogy ott az a fajta színház, az egy őrültek háza. Hajdú Sándor a színházi elfoglaltság mellett már két kórust irányít. A vegyes karon kívül elvállalta a fiú kórus vezetését, kikapcsolódásként pedig sportol. Komoly sportokat üzök, sakkozom a csuti esélybe. Hát fotballozni időnként leállok bárkivel, most a fiúkórussal focizom, csak úgy tudok próbálni, hogyha 30 perc foci van, utána ilyenek lesznek, és akkor tudok 10 percet próbálni, akkor odafigyelnek. Kész, utána meg is, Annyi bácsi, megyünk focizni? Hát akkor menni kell focizni. Együtt járnak most iskolába.